A Budafok Tétényi Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola és Általános Iskolában még tombol a nyári szünet, de már hamarosan kezdődik az új tanév. Köszöntöm a stúdióban az intézményvezetőt. Egy picit mielőtt a jövőről beszélnénk, beszéljünk az elmúlt évről, az elmúlt tanévről. Ugye a Covid azért még érintette az intézményt. Hát igen, elég nehéz volt így helytállni ebben a tanévben. Ugye sokan sajnos megfertőzöttek a tanulók és a tanárok közül is, és ilyenkor volt egy protokoll, hogy jelentenünk kellett a fertőzést, és akkor bizony bezárták az osztályokat, és karanténba kerültek, akkor egyik napról a másikra digitális oktatás volt a számukra, úgyhogy ezt egy kicsit nehezen tudtuk megoldani, de szerencsére túlestünk, ez az első fél évet érintette igazából, és utána a második fél évben már rendesen járhatott mindenki iskolába, talán a járvány egy kicsit megszűnt arra az időre, hát aztán most majd meglátjuk, hogy ebben a tanévben hogy kezdünk ismét. Ugye arról már mi is hírt adtunk, hogy hát a Covid alatt milyen kreatív módszerekkel tanítottak a nádasdis tanárok. Volt-e bármilyen pozitívuma vagy hozadéka ennek az időszaknak most? Feltétlenül, igen. Tehát ez az online oktatás azért azon felül, hogy nehéz volt mindenkinek, sok mindent kialakított. Például én azt nagyon jónak találom, hogy szülői értekezletet lehet online tartani. Eddig ugye ez elő se fordulhatott. Most viszont nem kell a szülőknek bejönni az iskolába, hanem jóval időhatékonyabb így a szülői értekezlet, illetve hát egyéb feladatokat is kaphatnak a diákok. Azon felül pedig azért voltak szép dolgok is ez alatt a tanév alatt, sok versenyt online formában rendeztek meg. Tehát a zenei versenyekre például be kellett küldeni anyagot, videófelvételt, és az alapján értékelték a produkciókat. Hát ez is egy jó hozadéka szerintem ennek az online létnek. Azért van itt ez a mappa is, mert bizony nagyon tartalmas az a névsor, akiket fel kell sorolni, akik elismerést kaptak, vagy esetleg úgy olyan sikerekkel mennek tovább, amely az iskolának köszönhető. Így van, tehát két évig ugye a versenyezés az nem volt lehetséges a növendékek számára. Ebben a tanében szerencsére az összes versenyt meg tudtuk rendezni, illetve mindenhová el tudtak menni növendékeink. Ami probléma lehetett, hogy néhánynak az időpontja tolódott, de azok is megrendezésre kerültek, és én tulajdonképpen csak azokat szeretném itt felsorolni, amik országos szervezésű versenyek voltak, és ahol első helyezést hoztunk el, mert nagyon sok versenyen vettünk részt, különösen a népzenészek sok helyen voltak, sok eseményen, de három olyan országos versenyeredményünk van, amit szeretnék, hogyha elhangozna. A második Orbán György nemzetközi zongora versenyen Boros Liliana nyert első díjat, és az ő tanára Batke Márta tanárnő tanári külön díjban részesült. Valamint a 15. országos oboa és fagott versenyen Annus Medárd nyert első díjat, Reihert Pálma tanárnő növendéke, és a 11. országos Cidra László furója versenyen Szemerédi Fülöp nyert első helyezést, és tanára Lados Lila tanárnő pedig a Furulyás Alapítvány külön díját kapta meg. Hát ezek azért nagyon nagy dolgok, ahhoz képest, hogy három évig nem vehettünk részt versenyen, és hát a Fülöpő még most volt csak harmadik osztályos, úgyhogy ez nagyon szép eredmény tőle. Vannak még olyan eredmények, amelyek arról szólnak, hogy hát milyen háttérrel mennek tovább, ugye a gyerekek? Így van, így van. Ugye a művészeti iskolából sokan jelentkeznek művészeti középiskolába. Az nagyon nagy eredmény, hogy zeneművészeti szakgimnáziumba 6 növendékünket vették fel, és ugye a művészeti tanszakokon, a képzőművészeti tanszakon pedig 14 tanuló készült a művészeti iskolában, és mindegyik eredményesen zárult, tehát fel is vették őket. Tehát összesen 20 növendékünk került be középiskolába tőlünk. Nagyon sokan jelentkeztek, megteltek a szakok, de még talán van hely bizonyos szakokra, ugye? Hát a zenei tanszakok úgy tudom, hogy megteltek, azért, hogyha valaki nagyon szeretne zenét tanulni, a jelentkezési lapját adja le
mert hogyha esetleg üresedés van, akkor fel tudjuk venni a későbbiek folyamán. A képzőművészeti és művészeti szakokra várjuk még a jelentkezőket. Itt kiemelném a fotó szakot, ráadásul nálunk rendezték meg a fotóversenyt, a 7. országos fotó- és filmversenyt áprilisban. Ez ugye azért fontos, mert ezek 3 évente vannak, ezek a versenyek, és ott az első 3 díjat el is hozták a mi növendékeink, úgyhogy várjuk azokat, akik szeretnek fotót készíteni, természetbe járni, városba járni, illetve lehet jelentkezni báb- és színjáték tanszakra, a képzőművészetre, szobrászatra, festészetre, grafikára, textilre, ami különös, hogy van nálunk textilszak is, és hát a balett és a néptánc szakok is várják a növendékeket, akinek kedve van mozogni. Ha minden igaz, akkor talán a következő tanévtől több helyen is lehet majd látni a diákokat. Olyanok is láthatják őket, akik nem szülők esetleg, van erre törekvés. Igen, hát ez egy fontos törekvésünk, hogy minél többet szerepelhessünk, és több felé hallhatóak legyenek a növendékek. Hát az első ilyen kezdeményezés Hegedűs Endre művész úrral történt, aki aranygálát tartotta a Klauzál Művelődési Házban, és a mi növendékeinkkel együtt játszott, tehát kísérte őket. Ez folytatódni fog a következő tanévben is, bízunk benne, és ez nagy megtiszteltetés a mi növendékeink számára. Másrészt pedig megkeresett minket a Vojnovics Huszár Villa, hogy szeretnének minket felkérni egy 4 alkalmas koncertre. Ők egy pályázatot adtak be, és hogyha ezt elnyerik, akkor nagy örömmel veszünk részt az ő koncertjeiken is. Szeptember 1-én indul a tanév, megújult az általános iskola aulája, ugye? Igen, nagy örömünkre. A Szent István téri épület az hát elég régi építésű, úgyhogy időszerű volt egy kicsit gyermekközpontúbbá tenni, és egyszerűen állagmegóvás céljából felújítani, és nagyon köszönjük azokat a segítségeket, amiket kaptunk a szülőktől. Ez teljesen szülői önálló munka volt, és hát nagyon büszke vagyok arra, hogy így a szülők össze tudtak fogni, és ők maguk két kézzel elkészítették a felújult aulát, úgyhogy szeptember 1-én kerül sor ennek a felújítására, és külön köszönjük a MAPEI cégnek az ajándékát, amit kaptunk tőlük. És nagyon jó oda most belépni, mert színes lett a sok régi szürke helyett, úgyhogy remélem, hogy a gyermekek örömére fog szolgálni. Hát akkor nagyon tartalmas tanévet kívánok, és minél kevesebb covidos időszakot. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen.